Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. 30 éve vette szárnyai alá a nyíregyházi pilótaképzést a Tréner Kft. A cég nagyszabású ünnepséget rendezett a jubileum alkalmából. Erről is szó esik a mai adásban, előtte azonban tekintsük át a teljes kínálatot. Óriás beruházás Nyíregyházán. 1200 új munkahelyet hoz létre egy dél-koreai cég. Születésnap. 30 éves a repülőgép pilótákat képző Tréner Kft. A tervek szerint már 2024-ben elindul a termelés a dél-koreai W. Scope nyíregyházi gyárában. A megyeszékhely és a vállalat közötti kapcsolatfelvételről, a tárgyalásokról és az óriás beruházás perspektíváiról tudhatnak meg többet a következő beszélgetésből, amelyet Gál Tamás készített Kovács Ferenccel, Nyíregyháza polgármesterével. Az év eddigi legnagyobb beruházása érkezik Nyíregyházára, a dél-koreai W. Scope elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfóliát gyárt majd új üzemében, amelyet a megyeszékhely déli ipari parkjában építenek fel. A távol-keleti cégnek ez lesz az első gyára Európában, amivel 1200 új munkahelyet hoznak létre. A részletekről Kovács Ferenccel, Nyíregyháza polgármesterével beszélgetünk. Jó napot kívánunk, polgármester úr, köszönjük, hogy itt van nálunk. Az első kérdés, hogy hogyan talált egymásra a cég és a város? Minden ilyen nagy befektetésnél a befektető legalább 2 számjegyű város, tehát legalább 10 helyszínt nézeget. Aztán különböző szűkítések, úgynevezett shortlistek készülnek, és hát a végén egy nyer. És nagyon jó volt a tárgyalások hangulata, éreztük azt, hogy kölcsönösen a mentalitás is hasonló, a helyszín az kiváló, ezt gyakorlatilag egy befektető nem nagyon mondja, amíg nem dönt nyilván. És én nagyon örülök, hogy végül Nyíregyházát választották. Ez egy nagyon komoly világcég japán tulajdonú háttérrel, és egy megkerülhetetlen beszállító az elektromos akkumulátorok készítéséhez. Ez minden területen, tehát legnagyobb rész most ugye mindig a személygépkocsikra gondolunk, vagy a járműiparra, de más területen is érvényesül. Az egyik fő partnere, vevője a Samsung lesz, amely ugye Gödön épít egy nagy gyárat. És a megközelítés, a mentalitás, a kulturáltság, tehát több olyan dimenziója volt ennek, amikor azt gondolom, hogy kölcsönösen éreztük, hogy ez egy jó partnerség lehet, és hát végül sikeres is volt a tárgyalás. Más országok is szóba kerültek? Vagy más magyar városok? Természetesen. Tehát más magyar városokkal is kellett versenyeznünk? Így van, tehát ugye ez egy világszínvonalon gyártó cég, világpiacra, ott a verseny az nélkülözhetetlen, és ez az a befektetési területnél is így van. Gondolom itt azért regionalitásban is gondolkodnak egy-egy gyár létrehozásakor a beruházók. Mennyire nyomott az alatban, hogy a BMW gyár itt fog épülni a közelben? Nem hiszem, hogy ez volt a fő szempont. Mint ahogy mondtam nekik, a dél-koreai cégek azért elsősorban egymás beszállítói, amennyire én tudom. De hát ők elmondták, hogy Franciaországban, Skandináviában is vannak piacaik. Hát a BMW jelenleg még nem piaca, nem zárja ki, hogy az is egy vevői piac lesz majd, de most még nem hiszem, hogy ez komoly szempont volt. És mi volt a döntőér? Volt ilyen, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni Nyíregyháza tekintetében? Egy döntőér nincsen. Tehát itt ez egy nagyon összetett, komplex értékelési rendszer, amit egy ilyen esetben a befektető vagy a megbízott szakértői vizsgál és értékel, és hát sok szempontnak kellett megfelelni, igazán az egyenleg az, ami számít, tehát egyenlegben Nyíregyháza jött ki a legjobban. Itt leginkább az utóbbi időben már persze a munkaerő számít, de számít az, hogy a város hogy fogadja, hogy áll hozzá, partnerség milyen, ez már a beruházás kezdetekor is így van, a hatósági engedélyeztetés eljárásban mennyit tudunk segíteni, és aztán utána, ha felépül a gyár, az már egy újabb szakasz, és az infrastruktúra,
a magának a konkrét befektetési területnek ugye az előkészítettsége, mi ebbe nagyon jól álltunk. Ez is biztos, hogy egy szempont volt, mert hát nekik, ahogy én sejtem, már vannak megkötött szerződéseik, ami egy nagyon feszes határidőt jelent. Ha valaki most az autópályán, mondjuk a debreceni centrum lejáró és nagykállói keleti lejáró közt utazik, nagykálló irányába, jobbra néz, már azt láthatja, hogy gőzerővel megy a földmunka, és hát ez azt is jelenti, hogy megkezdődött tulajdonképpen a beruházás, és ahogy én tudom, vagy gondolom, szeptemberben már az alapozási munkákat szeretnék indítani. Beszéljünk, akkor tudunk még beszélni további ütemtervről? Tehát, hogy végül igen, 24-ben tervezik az első ütem beindítását. Már most gyakorlatilag vettek fel szakembereket, most még csak ami az építkezéshez kell, és azt gondolom, hogy ezt akár év végéig vagy jövő év elején már ki fogják terjeszteni. Az első ütem az 500 fővel indul, de ugye itt a világpiac, a piaci helyzet mindig közbeszól, tehát lehet, hogy egy fél év múlva ez nem így lesz, és hát ez már most jelent nem csak Nyíregyházának, hanem az egész megyének, a térségnek lehetőséget, új piacokat, akár az egyéni vállalkozóknak, kis-középvállalkozóknak. Most első körben már jelentett azoknak, akiktől kibéreltek lakásokat, mert egyébként most hétvégén érkezik hozzánk a menedzser csapat Dél-Koreából, és ők most már itt fognak lakni, és gyakorlatilag itt fognak dolgozni a következő 3-4 évben. Mit vállalt az önkormányzat? Amellett, hogy ugye biztosítja a területet, a déli ipari parkot, akkor... Hát nagyon sok mindent kellett vállaljunk. Ugye párhuzamosan mentek a tárgyalások a kormánnyal, a cég kötött a kormánnyal egy megállapodás, meg az önkormányzattal. Hát ezt nem is akarom most felsorolni. Az egyik, ami most nagyon határidős, épp ma reggel is erre volt egy megbeszélésünk a Városházán, a jelenlegi villanyáron vezetéket, a 220 voltost el kell onnan vinni. Ez egy légvezeték, ezt várhatunk augusztus végéig az opusztítással együtt. Már folyik a közbeszerzés. Hát itt minden egyes feladat, hogy is mondjam, nem az itt megszokott ütemezéssel megy, hanem nagyon gyorsan. Tehát akkor az önkormányzatnak is azért ez plusz feladat eléggé erőteljesen. Természetesen. Ez is biztos vagyok benne, hogy szempont volt. Ugye mi létrehoztunk és megerősítettünk egy céget, a Nyíregyházi Ipari Park Kft-t, akiknek ott ugye technológiai transfer központban vannak, ami a volti szabasvárúti laktanya parasnok épülete volt felújítás után. Környezet sem mindegy, hogy a szervezetünk, nyilván a fő tárgyalások a Városházán mentek, voltak munkavacsorák a Szimbádba, ezért adtam a projektvezető úrnak, kóúrnak egy Szimbád festményt ajándékba, amikor aláírtuk a telekvásárlási szerződést, és hát volt a technológiai transfer központban. De hát ez egy közel egy éves előzményt jelent. Beszéljünk néhány mondatot a számokról. Ez azt is jelenti, hogyha ide települ egy ilyen óriás cég, akkor a városnak a bevétele is növekedni fognak? Ez későbbiekben nyilván adóbevétel növekedés jelent, iparüzés és építményadóban, de én azt mondtam, hogy nem ez a legfontosabb, hanem én igazán ezt nem csak gazdaságfejlesztés, hanem társadalomfejlesztési projektként is kezelem. Abból a szempontból, hogy ez rengeteg lehetőséget ad majd azoknak a nyíregyházi térségben élő fiataloknak, akik elmennek egyetemekre, főiskolák, és azzal a szándéka, hogy visszajönnek és itt dolgoznak. Na most ez nagyon-nagyon töredékesen valósult meg az elmúlt évtizedekben. Volt egy szellemi kivándorlás, ezt szeretnénk megállítani a város jövője szempontjából, de a megyének is, én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert mondjuk akár Milotán vagy Tunyog-Matolcson élő szülőknek nem mindegy, hogy a gyerekük Nyíregyházán lakik,
itt dolgozik, itt alapít családot, vagy mondjuk Budapesten, vagy Nyugat-Európában, más a kapcsolattartás. Hát havonta vagy hetente jön. Igen. Igen. Egyébként ezt a hivatalos aláírási ceremóniakor is elmondta, megemlítette. Akkor ez mit feltételez? Milyen pozíciók lesznek ebben a gyárban? Tehát lesznek olyan pozíciók ténylegesen, hogy akkor érdemes hazajönni mondjuk a fővárosból? Már most is vannak, tehát most is felvettek már 8-10 embert. Én konkrét ismerősömtől tudom, hogy a fia visszajött Budapestről, augusztus 1-től itt fog dolgozni ennél a cégnél. Nagyon jó fizetéssel, de teljesen más munkakövetelményekkel valószínű, mint eddig. Említettük ugye ezt az 1200 embert, hogy 1200 ember számára teremt majd munkalehetőséget, első körben akkor 500. Hogyan lehet feltölteni? Hát ez egy nagy kihívás. Nagy mennyiséget. Nagy kihívás, ezért ezt hozzá kell kezdeni. Hát ugye nem volt ilyen az elmúlt két évtizedben Nyíregyházán, és remélem, hogy ezt jól, de ezt nagyon, nagyon alaposan kell felkészülni, és mi foglalkozunk a már itt működő cégekkel is. A Paktum irodánkon keresztül indítottunk négy munkacsoport van, amelyből kettő tulajdonképpen ezzel a kérdéssel foglalkozik, és örülök, hogy olyan cégek, mint a Lego Michelin vezetői vállaltak ilyen workshop vezetői szerepet. Ezt fogjuk végig gondolni együtt, és én remélem, hogy évvégéig megtaláljuk a legjobb megoldást. Oktatás. Gondolom akkor, amikor a tárgyalások zajlottak, ez is azért szempont volt az oktatás. Természetesen, sőt olyannyira, hogy meghívtuk az egyetem képviselőit, a szakképzési centrum vezetőit is, tehát ők részt vettek ezeken a tárgyalások egy részén, nyilván azon a részén, amikor a szakképzett munkaerő biztosítása volt a kérdés. A gyárnak egyébként van igénye akkor erre, és akkor van fogadás a nyíregyházi egyetem, vagy az oktatás részéről? Természetesen, hát ők azt mondták nekem, hogy igazán ők 70 embert gondoltak idehozni az első időbe, a többi, az 1200-ből a többi dolgozót itt szeretnék felvenni. Beszéljünk akkor a további tervekről, hiszen ugye az ipari parknak a bővítése, ha jól tudom, közel 500 hektárról szólt, és ez a gyár pedig 80 hektárt fog igénybe venni területileg. Igen, tehát ugye azért még van egy kis különbség, akkor ez mit feltételez, gondolom, még azért várnak további beruházókat. Természetesen, viszont nem menjünk el amellett, hogy nem nagyon tudok olyan példát, hogy egy önkormányzat ilyen ambiciózus fejlesztésbe kezd, hogy a 127 hektáros többét ipari park mellé már 423 hektárt megvásárolt, és ebből már 82 is feletet is adott. Vannak tárgyalásaink most is, tehát hogy nagyon konkrét legyek, pénteken volt egy befektető, aki konkrétan viszont BMW-be szállító, ként keres helyszínt, és holnap is érkezik hozzánk egy másik befektetői csoport. Tehát ezek folyamatosan zajlanak, azért is, mert gyakorlatilag ma Magyarországon nem nagyon van olyan előkészített, befektetés előkészület terület, több mint 300 hektár, ahol már megvan a régészeti feltárás, a lőszermentesítési vizsgálat, a talajmedik, a szennyezettségi vizsgálat, és ezt tudjuk prezentálni magyarul, angolul szakértői anyagokkal. Tehát akkor mondhatjuk, hogy időben lépett a tekintetben az igénynek a kielégítésre az önkormányzat. Hát 2019 végén az önkormányzati választások után indultunk, kezdtük el nagy erőkkel, de itt is érdemes szélesebb aspektusból vizsgálni. Tehát az, hogy most akarunk kiparulni, az sok város mondja, de nem biztos, hogy fel van rá készülve. A felkészülés az tulajdonképpen 2010 óta ment. Mert ha megnézzük, hogy például a közlekedési infrastruktúrában mennyi minden pozitív dolog történt Nyíregyházán, enélkül ez a tárgyalás sem lehetett volna eredményes. Tehát egy ilyen befektető vizsgálja a várost.
Tehát ugye az, hogy 18 közlekedési csomópontot átépítettünk, ebből 14 körforgalmat építettünk. A nagy körút bezárása folyamatban van, ugye az 2024-ben elkészül. A külső körgyűrűből 43,5 kilométer megvan, ugye nyílszőlősig, és megindult a tervezés a környezeti hatástanulmány készítésével, hogy ott nyílszőlőstől nyíltóráig, hogy tudjuk bezárni egy váratlan 17-18 kilométeres távon ezt a körgyűrűt, és ha ez elkészül, akkor Nyíregyházának lesz egy olyan körgyűrűje, ahol nincs közlekedési lámpa, körforgalmak vannak, tehát folyamatos közlekedés biztosítja, újabb lehetőséget ad nem csak a gazdaságfejlesztésre, nem csak a turizmusra, nem csak az agglomeráció és a megyeszékhely közti kapcsolattartásra a közlekedés szempontjából, hanem az egyes városrészek közt is a mindennapos közlekedésben. Ez most is így van, mert több ismerős mondta, hogy ő Nyíregyházáról ezen keresztül jön be, főleg ha mondjuk a Kertvárosban dolgozik, a Michelinnél, a Continál vagy az Eismannál, nem jön át a városon. Tehát ennek a hozadéka már most megvan. Tehát akkor nem ötletszerűen jönnek a fejlesztések, hanem egy koncepció mentén. A másik ilyen terület az intézményfelújításunk. Tehát az, hogy az összes óvodát, összes bölcsödét, az iskolák jó részét fel tudtuk újítani, modernizálni, az most egy helyzeti előny. Polgármester úr, még egy kérdés, igen, egy téma, turizmus, ugye, hát a Covid után mi a helyzet, mennyire elégedett, hiszen hát amikor jönnek a beruházók, jönnek a nagyfőnökök, akkor gondolom szétnéznek a városban, látják, hogy mennyire zsong a város, vagy sem, milyen érzés egyáltalán itt lenni, és hát aki mennek a sóstóra, akkor ott azért életet találnak. Ön mennyire elégedett most 2022-ben az újrainduló turizmussal? Hát én az eddigi fejlesztésekkel mindig elégedett vagyok, meg bizonyítanak, hogy hasznosak voltak. Tehát például a dél-koreai delegáció a Hunges Hotelben lakott, és megcsodálta a vacsora után minden este a szökőkutat. De abból a szempontból meg elégedetlen is, hogy még azt látom, hogy mi hiányzik. Tehát sok minden hiányzik, de azért az ezévi számok nagyon-nagyon jók. Tehát az eddigi, én az első 5 hónapot ismerem, de lehet, hogy most már vannak fél éves számok is, az várakozáson felüli. De hozzá kell tegyem azt, hogy a Covid alatt Nyíregyházán a visszaesés az országosnak csak a fele volt, és innentől kellett emelkednünk, és az emelkedés üteme is az országos átlag fölött van, úgy látom. De hát még ne kiabáljuk el, majd évvégén értékeljük a vendégészak a számot. De hát az, hogy Nyíregyháza nem volt a térképen 2010-ben, és most már azt hiszem negyedik év, az első 20-ban van az országban a vendégészakák szempontjából, az sokat jelent. Különösen, hogyha egy olyan városról beszélünk, ami három határ közelsége miatt, tehát a Kassáról, Szatmárnémetiből, vagy korábban Ungváról érkezett turisták, általában a többségük nem száll meg itt, hanem haza tud menni, mert közel vannak, akkor az még inkább jelentős. Úgyhogy de ezt konkrétan most nem mondhatom, csak hogy exkluzív információkat is adjak, azt kérték. Jövő hétfőn megyünk egy újabb turisztikai díjat átvenni Budapesten. Így legyen, kíváncsiak várjuk, hogy milyen lesz az. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Köszönöm a megkívást. Idén 54 éves a pilótaképzés Nyíregyházán, és 30 éves az a cég, amely a rendszerváltást követően folyamatosan végzi a hallgatók oktatását. A jubileum alkalmából nagyszabású ünnepséget tartottak a repülőtéren. A vállalat hagyományteremtő céllal 2 díjat alapított és adott át az eseményen. Az ünnepséget követően Verez Zoltán magyar műrepülő Európa-bajnok többszörös Guinness rekorddel tartott bemutatót. Nincs születésnap torta nélkül. Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelt az idén 30 éves nyíregyházi tréner Kft. A megyeszékhelyen 1968 óta képeznek pilótákat.
A rendszerváltás követően a képzést a Tréner Kft. A Nyíregyházi Egyetem jogelődjével formálta át. Az ünnepségen Kovács Ferenc polgármester elmondta, a nagymúltú vállalat a kampusszal és az önkormányzattal olyan partnerségben dolgozik, amely unikális a térségben. Egyedi már önmagában a tevékenysége is, az, amit végez, az oktatás és az ehhez igazodó járműpark. Ugye Magyarországon 1968 óta Nyíregyházán van pilóta képzés, és a pilóta képzés mögött van egy összefogás, ami jelenti a várost, az önkormányzatot és az egyetemet, és természetesen a tréner. És amikor 2015-ben Horváth Péterre bejelentettük, hogy indul a vizer pilóta képzés, akkor én biztos voltam benne, hogy a tréner is egy olyan cég, aki nem csak merész, nagyívű célokat tűz ki, de azokat meg is valósítja. És ezt az elmúlt 7 év bizonyította is. És hát azt gondolom, hogy egy olyan helyi nyíregyházi cégről van szó, amely a tevékenységével a város jó hírnevét viszi, nem csak a hallgatókon keresztül, hanem önmagában a tevékenységgel, és mondhatom nyugodtan a város nemzetközi partnerei irányában is. És ráadásul a szlogenjük is ezt támasztja alá, a minőség, biztonság és szakértelem, ami azt gondolom nem kell hangsúlyoznom, hogy ez a tevékenység ez elengedhetetlen. De természetesen a nyíregyházi szlogen, ami így szól, hogy Nyíregyháza többet ad, nem csak a Nyíregyházán lévő embereknek szól, nem csak az ide érkező turistáknak, de az itt működő cégeknek is, helyi cégeknek, vagy külföldi cégeknek, és ennek a szellemében jellemezhető az a partnerség, amit az elmúlt 30 évben a város, az önkormányzat, az egyetemmel együtt, a trénerrel meg tudott valósítani. Horváth Péter, a vállalat ügyvezetője kiemelte, a kitartás, a szakmaiság és a folyamatos fejlődés a minőségi oktatás záloga. A nehéz kezdet után, amikor elfogadták a cégünket, és egy légitársaság lett szerződésünk, akkor ez egy nagy lépcső előre lépés volt a cég életébe, ami 2015-ben volt első kezdő lépés, de a 17-es, amikor a Tréner Flight Academy is megalakult, a Tréner mellett és a Vizerrel lett kapcsolatunk. Most jelenleg 100 hallgatóra van szerződésünk a Vizerrel, évi 100 hallgatóra, plusz az egyetem. Egyetemnek ez a váltása, hogy alapítvány egyetem lett, én úgy érzem, hogy a pilóta képzés Nyíregyházán ez erősíti, közös a célunk. Ezt elnök úrral is tisztáztuk, hogy mi az ő elképzelésük. Úgyhogy úgy érzem, hogy a Nyíregyházi pilótaképzésnek volt múltja, és lesz jövője is. Pont az, hogy a családon belül tudjuk ezt továbbvinni, továbbadni, és ez reméljük, hogy jó fog működni későbbiekben is. Új oktatási központ, új szimulátorral, az egyetemen való jó kapcsolat, ottani szimulátorral, kicseréltük a repülőgép parkunkat egy kevésbé zajos, egy jó bevált típusra. Igaz, most már a dollár árfolyam miatt eléggé költséges, hisz amerikai gépekről beszélünk, de mindig arra törekedtünk, hogy a repülés biztonsága legyen az első szempont. Lehet ultrakönnyű, meg ilyen könnyű műanyaggépekkel repülni gazdaságosabban, de a baleset statisztikák minket igazolnak. A Nyíregyházi Egyetem egy fő szakjának tartja a pilótaképzést Magyarországon is, és ezáltal nagyobb létszám várható a Nyíregyházi Egyetem részéről. Ugyanakkor a Vizerrel kapcsolatunk az is egy nagyobb létszámot fog igényelni, hisz tudjuk, hogy ő is bővíti a gépparkját. Ugyanakkor ezek a bővítések, ami megtörténnek, ezek mind fejlesztések nagyon szükségesek. Az ünnepségen Szabó Tünde kormánybiztos elmondta, a Tréner Kft. A Nyíregyházi Egyetemmel karöltve biztos tudást és alapokat nyújt a hallgatóknak. Hozzátette, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a tréner nem csak piacvezető a térségben, hanem a megye és a régió gazdaság fejlesztéséhez is nagyban hozzájárul. Nagyon fontos volt mindig Nyíregyházának, hogy van egy repülőtere, és bizony nagyon sikeres, hiszen több száz pilótát képezünk itt Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemmel karöltve.
És az, hogy van egy repülőtér, amely folyamatosan fejlődik és fejlesztés alatt áll, ez bizony vonza is a beruházókat, hiszen hogyha helyszíneket keresnek, városokat, térségeket megnéznek, elsődleges, hogy legyen repülőtere, ahol a kereskedelmi légiforgalom megtalálható. Úgyhogy igen, nagyon fontos, hogy tovább fejlődjön és fejlesztés alatt legyen a nyíregyházi repülőtér. Én is, mint kormánybiztos, a területért felelős kormánybiztos és országgyűlési képviselője a városnak, azon leszek, hogy ez meg is tudjon valósulni. Minai Győző országgyűlési képviselő szerint a Tréner Kft.-nek nem csak a múltja jelentős, hanem a jövője is biztosított. 1992-ben a rendszerváltozás után alakult a Tréner Kft., és azóta sikeres, küzdelmes, de sikeres éveket, évtizedeket tudhat maga mögött. Bekapcsolódott az egyetemi képzésbe, a pilóta képzésbe, korábban főiskolai képzésbe. 1968-tól van Nyíregyházán pilóta képzés, és a Tréner Kft. Magas szintre emelte ezt, hiszen a kereskedelmi pilótákat, a vízerpilótákat is itt képzik. A másik pedig a repülőtér üzemeltetésében, hiszen hallottuk, hogy az önkormányzat tulajdonában van a repülőtér, de a Tréner Kft. Üzemelteti, karbantartás van, állandó fejlesztések vannak. Tehát én azt tudom mondani, hogy értékes, sikeres évtizedek vannak mögöttük, és én Horváth Pétert úgy ismertem meg még a főiskoláról, hiszen én magam is a főiskolán oktató és vezető is voltam, aki szakmailag elhivatott, aki emberséges, mindig az alkalmazottakkal vagy a cég dolgozóival emberségesen bánt, és rugalmas, tehát a feladatra megoldást akar találni. Azt mondja, lehetőség szerint mindig megoldjuk. Láttam rajta mindig azt, hogy alázattal van a szakmája iránt, és nélküle, illetve társa Molnár Tibor nélkül a Tréner Kft.-t, akik alapították, nem lenne ilyen a pilótaképzés, a nyíregyházi repülőtér. A vállalat 1992 óta dolgozik szoros együttműködésben a Nyíregyházi Egyetemmel, azóta végzik a Campus hivatásos repülőgép vezető képzésének gyakorlati oktatását. Nagyon fontos ez az együttműködés, mert mi adjuk a pilóta képzésben azt a szakmai munkát, azt az elméleti munkát, amit ők a gyakorlati oktatással kiegészítenek, és ezáltal egy olyan munkaerő piacon is nagyon keresett oklevelet, végzettséget, tudást tudunk adni a hallgatóink kezébe, amivel bárhol a világon megállják a helyüket. Azt szoktam mondani, hogy mi a Nyíregyházi Egyetemen a hallgatóinkat átadjuk a Tréner Kft.-nek, mint egy jó anya letesszük az iskolába, az óvodába, mi a fejükbe véstük a tudást, és átadjuk nekik azzal, itt pedig megtanítsák a gyakorlati képzés fortéjait, a gyakorlatnak a fortéjait, és természetesen úgy adjuk át, hogy vigyázzanak rá, és épségben várjuk vissza őket. Folyamatosan fejlesztjük ezt a képzést is, ugyanis egyrészt felsőoktatási szakképzés keretében is igyekszünk már indítani pilótaképzést, és megpróbálunk olyan szakirányú továbbképzéseket indítani, ahol a bemenet már nem csak mérnöki oklevél, hanem más felsőfokú egyetemi vagy főiskolai oklevél is. Tehát megpróbálunk rövidebb ciklusú, rövidebb idejű képzésekkel is képezni pilótákat, gyorsabb eredménnyel, hogy minél hamarabb a munkaerő piacra ki tudjanak menni. A nyíregyházi pilóta képzésben 2015-ben a Wizzair és a Tréner közötti együttműködés hozott fordulópontot. Ennek köszönhetően 2017-től zajlik a megyeszékhelyen a közös képzési programjuk. 2017 óta 118 kadétot vettünk fel a programba, közülük 72-en már nálunk repülnek. Ez a 72 első tiszt teljes mértékben lefedi 12 repülőgép legénység igényét, ami a teljes kapacitásunk 7%-a. Az ünnepséget követően Berez Zoltán magyar műrepülő Európa-bajnok többszörös Guinness rekorder tartott bemutatót, aki jó szívvel emlékszik vissza nyíregyházi időszakára. Fantasztikus élmény volt bekerülni először növendékként, aztán pedig oktatóként ebbe a társaságba. Egy olyan oktatói kollektívát találtam, és egy olyan vezetést a repülőtéren, ami hát szinte felhőtlenné és boldoggá tette az életünket. Tényleg több eszámmal kell, hogy nyilatkozzak, hiszen akikkel együtt voltam, hogy ők is így emlékeznek vissza valószínűleg. Tényleg egy olyan fészke a magyar repülésnek, ami páratlan. Egy nagyon nagy eredmény volt, hogy ide kerülhettem, hiszen nagyon nehéz volt abban az időben bekerülni. Azt hiszem, hogy 540 jelentkezőből 21-et vettek fel abban az időben, mikor én jelentkeztem. Úgyhogy ez egy
elképesztő mázli volt elsősorban. Aztán az is mázli volt, hogy a főiskolán az egyéb tárgyak, amit matematikai és ilyesmikkel meg tudtam küzdeni, de amikor meg elkezdődött a gyakorlati repülés, tényleg úgy kivirágzott itt az ember, hogy minden akörül csoportosult és akörül forgott. Nem is tudom leírni azokat az éveket, hogy tényleg milyen szép évek voltak. A cég hagyományteremtő szándékkal két díjat alapított és adott át a jubileumi eseményen. Életmű díjat Radasovszky János és Szelestei Gyula, jövő reménysége díjat pedig Szász Máté kapott. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor vendégünk lesz többek között Ibrány polgármestere. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!